Sziasztok! Ez itt az Eknőstanya. A mai videó egy ilyen csuti napló lesz, ugyanis képzeljétek el, hogy elutazunk Mauritiusra, és meglátogatjuk az ott lévő teknősparkban a mi itthoni óriás teknősünknek, Gerardnak a szüleit. Na, megyek csomagolni, a reptéren találkozunk. Na, itt is vagyunk a budapesti reptéren, innen át fogunk szállni Párizsba, és Párizsból egy nagy géppel pedig megyünk egyenesen Mauritiusra. A repülőn találkozunk. Na, sziasztok! Most itt vagyunk a nagy gépen, most éppen meg is mutatom nektek a térképen. Itt van Párizs, innen indultunk el, Franciaországból, és éppen itt Olaszország fölött vagyunk, nézzétek meg. Még 8274 km van hátra Port Louisig, és akkor átrepülünk Egyiptomon, Kenyán, és ezzel együtt elhagyjuk Afrikát, és megérkezünk Port Louisba valamikor a hajnali órákban. Tesóm éppen most kapta meg vacsoráját, elfogyasztja, később bejelentkezek. Nemrég fejeztük a reggelit, itt meg szeretném nektek mutatni, hogy jelenleg hogy haladunk. Az előbb itt repültünk még, amikor bemutatkoztam Olaszországból, és közben átrepültük Afrikát, aztán itt Kenya érintésével, tovább itt Madagaszkár szélét érintettük, és mindjárt leszállunk Mauritiuson. Körülbelül egy óra múlva. És érkeztünk a szigetre, és egy autó elvisz bennünket a szállásunkhoz, addig is így gyönyörködünk a tájban. Megérkeztünk a szállodához, mindjárt át fogjuk venni a szobánkat. Nézzétek meg, ez már itt az Indiai óceán. Veszünk egy frissítőt, felmérjük a terepet, és holnap meglátogatjuk a teknős farmot. De most szeretnénk nektek néhány érdekességet mondani Mauritiusról. Afrikától, de még pontosabban Madagaszkártól is keletre található Mauritius szigetén vagyunk. A leghíresebb állata volt a szigetnek a dodó, amit hát igazából gondolom most senkinek sem kell bemutatnom, ugyanis az emberek által kipusztított fajok jelképévé vált. Így nem véletlenül választott a Gerard Darrell is a Jersey állatkertjének jelképévé ezt a röpképtelen madarat, ami egyébként körülbelül olyan 300 évvel ezelőtt kipusztult, ugyanis amikor beköltöztek a szigetre a telepesek, magukkal hozták a patkányt, a kutyát, a macskát, és ha akarták, hanem ugye ez fönt volt a hajójukon, és elhozták ide a Mauritiusra, így hozzájárult a már amúgy is üldözésben lévő dodókacsának a kihalásához. Képzeljétek el egyébként, hogy Mauritiuson élt a valaha volt legnagyobb szárazföldi teknős, a Mauritius nyerekhátú teknős, csak ez sajnos már kihalt az ember megjelenése után, körülbelül úgy 1730-ra, pedig egy ilyet nagyon szívesen megnéztem volna azért. No de Mauritiuson is található nagyon-nagyon sok aldabra óriás teknős, viszont azt tudni kell róla, hogy az Indiai óceán másik szigetének őshonos lakói a Seychelles szigeteknek. De valójában bennünket miért is foglalkozhat ez a sziget? Hogy Gerard Darrellnek, a mi otthoni óriás teknősünknek, a szülei az itteni teknős rezervátumból származnak, és holnap elmegyünk, és meglátogatjuk Gerard szüleit. Tartsatok velünk!
Sziasztok, megérkeztünk Mauritiusban a teknős rezervátumba. Találtam egy borzasztóan nagy teknőst. Nézzétek meg, mekkora lábai vannak, mekkora feje van. Gerardnak azért még ehhez kicsit nőnie kell. Egyébként, hogy körülnéztek, láthatjátok, hogy teknősöknek nagyon szép páncéljuk van, egészséges az összes. És reméljük, hogy Gerard is ekkora lesz. Amit említettem, ezen a helyen tenyésztenek is teknősöket, és tartanak is teknősöket. Nem sokára megyünk tovább, hát ha látunk majd kis teknősöket is, de most így gyönyörködjetek bennük egy kicsit. Csadok neki egy kis feladatot, hadd nyújtózzam most kicsit meg. Láthatjátok, ebben a teknősparkban nagyon-nagyon sok aldabri óriás teknős van, viszont akad itt azért némi sugaras teknős itt, és nézzétek meg, ők ott például éppen párosodni szeretnének. Lehet, hogy megtaláltam egyébként az egyik legnagyobb teknőst, és egyben az egyik legszebb páncéljuk, mert nézzétek meg, nagyon szép sima a páncélja. Szoktam mondani, hogy nagy teknős nagyot örít. Nézzétek meg, itt a lábam, és itt a kakia. Mint láthatjátok, ide ki van írva, hogy ez a lekerített terület, ez a teknősöki, ugyanis ide van, ide tolják a tojásokat, láthatjátok, hogy oda is pisült az egyik, ezzel is puhítják a földet, de szerintem itt van föld, az már alapból nagyon puha. És egyébként, hogy körülnéztek, láthatjátok, hogy vannak nagyon nagy teknősök, meg vannak kicsit kisebbek, a nagyon-nagyon nagyok, azok a hímek általában, a kisebbek pedig a nőstények, és körülbelül itt van legalább egy 80 fokos pártartalom, ugyanis, hogyha körülnézek itt az emberek között, mindenki nagyon durván izzad és nagyon meleg van. Bejöttünk ide az árnyékba, azért itt is van egy-két darab teknős, bejöttek a nagyon nagy meleg elől, és láthatjátok, hogy ilyen nagyon-nagyon hihetetlenül sima a páncéljuk, ez a megfelelő táplálkozás és megfelelő páratartalom miatt van.
Itt látható a kicsik egyébként, van köztük egy-két sugaras teknős is, és ott arra, jobbra, pedig nagyobbak láthatóak, körülbelül akkorák, mint a mi otthoni óriás teknősünk Zserald. Egy ilyen teknős egyébként körülbelül 25 éves korára válik ivarérettté, és körülbelül ezek már ekkora tojásokat tojnak, ami azért nem kicsi, ugyanis az átlag teknős körülbelül ekkora tojást tojik. Megtaláltuk itt a körülbelül leges-leges legkisebbeket, és ezek körülbelül akkorák, amekkora Zserald is volt, amikor megvettük. Egyébként láthatjátok, hogy rácsokkal vannak elzárva, tehát levegőt az kapnak bőven, csak azért vannak elzárva, hogy a madarak el ne vigyék őket. Amit egyébként már említettem, a dodó a világ egyik leghíresebb állata, sajnos csak Mauritiuson lehetett ilyet látni, és már kihalt, hogy élőben sajnos ilyet nem lehet látni, de nézzétek meg, ez itt egy dodónak a csontváza. Egyébként, ahol most vagyunk, ez egy ilyen kis múzeum itt a Teknős Parkban, ahol mutatja, hogy hogy nézett ki. Nézzétek meg egyébként, ez itt egy alabrai óriás teknősnek a tojása, de említettem, nagyon durván nagyok a többiekhez képest. És az is jól látható, hogy itt egy alapra óriás teknős testfelépítése részletesen. Nézzétek meg, ez itt a mauritiusi nyeregteknősnek a bronz szobra. Ilyen nagy volt, és sajnos ezt élőben nektek nem tudom bemutatni, mint a dodókacsát, viszont így szoborba tudom nektek ábrázolni. Nézzétek meg, itt anyukámat megharapta egy nagy teknős. Egyébként tudni kell róluk, hogy nem szeretnének bennünket bártani, ezek egyébként növényevő teknősök, viszont kajának hitték anyukám kezét is, mert nem figyelt eléggé. Láthatjátok, itt van a madagaszkári ketrec, sugaras teknősöket láthattok. Fölborult a középső, remélem, hogy vissza fogják egymást borítani, vagy egy gondozó meg fogja őket fordítani. A gyűrűs farkú makik egyébként szintén Madagaszkárról származnak. Most elhagytuk a teknős parkot, reméljük, hogy majd vissza tudunk ide jönni sok év múlva, ugyanis nagyon-nagyon nagy élményben volt részünk.
Ha már itt vagyunk Mauritiuson, megnézzünk egy-két látványosságot. Most jelenleg itt vagyunk a hétszínű föld nevezetű helyen. Itt láthatjátok, hogy hétszínű a talaj. Gyönyörködjetek benne kicsit is. Hogy már Mauritiuson vagyunk, a talajbrai óriás teknősök nem maradhatnak ki. Bár nem akkora létszámban, mint a teknős parkban, de azért itt is találkozhatunk egy-kettővel. Nézzétek őket meg! Ezen a lassan véget ért, indulunk vissza a szállodába. Most itt vagyunk itt Mauritiuson a tengerparton, mint látható az idő, hát nem süt annyira a nap, kicsit be van borulva. Így ma, meg tegnap buvárkodtam, láthatjátok itt a szememben, hogy meg is hívett valami kis állat, ugyanis nagyon bementem tegnap is oda a kis sziklák közé, láttam nagyon sokféle állatot, remeterákot, mindenféle nagyon szép halakat, láttam ilyen nagyon furcsa élőlényeket, és nagyon hosszúak is voltak, meg tengeri uborkát, tényleg mindent. Majd nem sokára megint visszamegyek a vízbe kicsit buvárkodni, mert nektek is fogok ilyen felvételeket mutatni a víz alól. Megyünk hajóval Kilokrev szigetére. Ott nem hiszem, hogy fogunk találni teknős sajnos, viszont tudunk buvárkodni, majd mutatom a felvételeket. Thank you.
kiszálltunk katamaránból, most egy ilyen kis csónakkal elmegyünk és megnézzük a vízesést. Elérkeztünk az utolsó naphoz, mint láthatátok itt a videókon, és jól kibúvárkodtam magamat, nagyon-nagyon sok érdekességet láttam, és egyébként ebben a videóban tudom, hogy nem csak a teknősökről volt szó, remélem nem baj, ugyanis arra is igyekeztem, hogy bemutassam nektek az egész szigetet, na de ez a videó is ennyi lett volna, ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, sziasztok!